Jó reggelt, magyarok! Ébresztő! Ébresztő, bizonyán sokkal többen vannak olyanok, akik nem csak, hogy már rég fölébredtek, de már el is mentek dolgozni. De ha valaki akár a munkahelyén követi ezt a beszélgetést, akár otthon még a meleg szobában, üdv Nóra! Minden esetre hívom egy kis beszélgetésre, hogyha van kedvük. Na persze csak akkor, ha van kedvük. 30-177-86-59 a telefonszámom, én elérhető vagyok. Most napközben adáson kívül nem leszek, mert szaladgálok össze-vissza. Intézem a műtétemet, úgyhogy napközben nem tudnak hívni. Neki kapcsolva. Strike van. Győrben, az Audinál fölébredtek. És ahogy integrálódik Európa, mert ez a folyamat időnként megakasztható, időnként lesznek ebben zökkenők, a következő évtizedekben is nyilvánvalóan, de alakul. Egyre több a személyes, egyéni, csoport, közösségi, szakszervezeti, üzleti kapcsolat. A népek jönnek, mennek. Lehet ezt egy időre mérhetetlen befelé forduló önző hatalomtechnikai okokból jól megszervezett önkényes, bezárkózó politika. Lehet, hogy sokan ennek föl is ülnek. Sokan védelmet remélnek tőle. Saját félelmeiktől is talán megszabadítja őket, vagy legalábbis remélik, hogy megszabadítja őket. Sok-sok egyéni félelemre is választ adni látszik. Pedig ezek hamis válaszok és hamis illúziók. No, akkor az a helyzet, hogy értelmes életet félelemmel együtt élve nem lehet élni. Én a jövőnek, a gyerekeimnek, az unokáimnak, csak egyet tudok javasolni. Felejtsék el a félelmet. Jó, egy pici kis egészséges félelem kell, hiszen a túlélésnek az előfeltétele, de ezekkel szembe kell nézni. A politikától és a hatalomtól meg különösen nem szabad félni. Bármennyire is puffogni látszik. Mert ennek jelentős része puffogás. Na, hívom Markotai Csabát, a Népszava munkatársát, és most vele fogok beszélni arról, hogy mi is van a pénteki Népszavában. Csak megcsináljuk és megkeresjük a hangot. Remélem megnézték a kötött fogást. Bízom benne, hogy lesznek még olyanok, akik meg is nézik. Szia Csaba! Szervusz, üdvözöllek! Na, sok szeretettel ezen a hideg téli napon. A következőt javasolnám első körben azért. Picit apolitikusnak látszik, de hát hála az égnek. De hát nem is annyira az. De hála az égnek azért nem vagyunk ennyire hozzákötve a mindennapokhoz, mint amennyire az látszik. Kezdjünk most azzal, csináltatok a Népszava irodalmi mellékleteként egy adik számot. Emlékezzünk meg arról, hogy ez a szép ember, aki tényleg minden tekintetben szép ember volt. Jó, hát egy kicsit üzlet életet él, de hát ez hozzátartozik szerintem a diffúz és ragadozó világhoz. Január 27-én, ahogy írjátok, vagy ahogy az emlékezők mondják, állítólag pontban reggel 8-kor elhunyt Ady Endre. 100 éve. 100 éve. Nagyon szép ez az emlékező melléklet. Ady költészetéről, szépségéről, örökségéről,
Örülök, hogy ezt most megtaláltam a Népszavában, és egy pillanatra lépjünk el a napi politikától. Így van, tehát én is azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ez az irodalmi melléklet most erről szól, mert hogy, mint az ki is derül az írásokból, vagy az írások egy részéből, hogy ő már abban a korszakban, amikor ő élt, akkor is elég felkapott ember volt, elég sokat beszéltek róla. Ugye itt a Petőfi Irodalmi Múzeum egykori igazgatója mesél erről a korszakról, aki elég sok képet próbált összegyűjteni róla, bár olyan sok kép nem maradt fenn ugye Adiról, de hogy egyfajta extázisról írtak már akkor is, vagy érezhető volt, ami Adit körüllengte. Olyan érdekes. Tehát, egyébként igen, ez olyan érdekes, hogy belegondolok, hogy azért mennyire mások voltak a média viszonyok, és mennyire más volt a nyilvánosság tere. Nem kell azt hiszem ezt túlzottan ragozni, de hogy ezzel együtt elért százezrekhez, milliókhoz ez az ember, és most nem a legjobb példa nyilvánvalóan, de hát mondjuk a temetése az egy olyan tömegdemonstráció volt, amely most ebben a modern világban is elég ritkán tapasztalható, és a széles közönség is rajongott vagy gyűlölte, és valami iszonyú nagy számban, és bocsánat, hogy ezt a számot hozom példának, mert hogy ugye már lassan nem tudjuk elképzelni az életünket annélkül, hogy itt az online térben ne lennénk, vagy a szociális térben, és igazság szerint azt se tudjuk elképzelni, hogy akkor hogy a túróban működött ez, és mik voltak azok a hajszálerek, amin keresztül a népekhez eljutott a költészet például. Igen, ennek a mellékletnek a negyedik oldalán van ugye egy Krúdi Gyula részlet, igen, és igen. Abban is egyfajta ilyen pillanatkép van arról a világról, amiben éltek, tehát ezekről a kávéházakról, a különböző szokásokról, öltözködésről, tehát hogy hogyan beszéltek, kommunikáltak, élték az életüket az emberek, úgyhogy érdekes volt az a világ, a 100 évvel ezelőtti, vagy bő 100 évvel ezelőtti világ. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a mellékletet. Annál is inkább ugye nagyjából a nagy háború végét vagyunk, őrült, zizegő, forró, brutális, nyers világ 4 évvel azután, vagy 5 évvel azután, hogy mindenki azt hitte, hogy ráköszöntött Európára az örök béke. Rengeteg áthallás van ám egyébként. Úgyhogy Adit ajánlom figyelmükbe. Publicisztikája az ugye megosztó, és nem ilyen egyértelmű a megítélése, mint a költészetének, de tanulhatnánk belőle, mert egyelőre az is egy tény, hogy kísérteties hasonlóságok vannak az akkori kor és a mostani kor között. Na jó, Homok szeme az Audi gépezetében, címlap, tudósítás, Népszava, az Audiban, a Győri Audiban zajló sztrájkról. Reggel 6 óta áll a munka, csütörtök reggel 6 óta. Így van, ugye ez egy riportban, illetve hozzá kapcsolódó anyagokban mutatjuk be ezt, hogy igazából miről is szól ez a történet, ez a sztrájk. Ugye erről már az előző napi lapszámunkban írtunk, hogy a versenyszférában mennyivel jobb helyzetben vannak azok, akiknél megvan az érdekképviselet, tehát úgy tudják megszervezni a szakszervezeteket, hogy azok ki is álljanak a dolgozókért szemben mondjuk az állami szférával, ahol az érdekélők munkáját ahogy lehet táncsolják, vagy lehetetlenítik el. Érdekes ez a történet az Audinál. Ugye két adatot hadd mondjak, az egyik, hogy állítólag ez a szakszervezeti követelés, amit ők előterjesztettek, tehát ez 18%-os béremelésről szól. Ez az Audi, illetve az itt cég 3 napi árbevételének felel meg. Tehát könnyen kiszámolható, hogyha egy hétre leáll a munka, akkor ezzel a cég is óriásit veszít. Tehát ezért kicsit érthetetlen az, hogy miért nem hajlandóak valamennyit engedni a szakszervezetek követelésének, annál is inkább, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy a német Volkswagen csoport német gyáraiban mondjuk 3-4-szer annyit keresnek a dolgozók, hanem a magyar bérek a térségbeli hasonló gyára kétől is le vannak maradva. És ezzel a 18%-os emeléssel se
érnék még utol a közép-európai Audik bérszínvonalát. Csókolom, na szóval, tehát azért, hogy is mondjam, a versenyelőnyét is megtartaná a győri Audi, de itt van egy nagyon érdekes elem, van itt most nagy csodálkozás, ahogy hallgatom az elemző műsorokat is, hogy vajon az Audinál hogy és hogyan lehetett ezt ott megcsinálni, és miért is, meg egyebek. Szóval először is azért ti is írjátok különben, hogy ha most ilyen falvédős propaganda dumát nyomnék, akkor azt mondanám, hogy igen, az Audi egy baromi nagy család. Ami alatt azt értendő, hogy ugye az Audi különböző telephelyein, meg Audi szinten van egy baromi nagy szakszervezet, amelyik egyébként a német IG Metallhoz tartozik. Eltűntél, Csaba? El, akkor mindjárt fölhívom még egyszer. Mert meg micsoda ez a pittyegés. Hogy mik vannak? De mindjárt megoldódik. Jó reggelt kívánok, Péter! Martai Csaba. Na szia, csak megszakadtunk. Igen. Na szóval... Igen, valahol a térerő eltűnt, bocsánat. Semmi baj, ne viccelj, ezt nem tudhatjuk, hogy hogy. És miként történik, ami történt. Na szóval ott tartottam, nem tudom, hogy ezt hallottad, de hogy ez a történet abból a szempontból persze tanulságos és bizonyos kérdésekre azért választ is ad ebben az értelemben. Amire az elején igyekeztem utalni, hogy azért ez az európai tér, meg az, hogy összeszerveződik egy nagy gazdasági térbe, társadalmi térbe, maga Európa, szóval egy nagy család, ha falvédős akarnék lenni. Az Audi egy nagy szakszervezeti szövetség része, pontosabban az Audi szakszervezete, ugye az IG Metallé. Ezek a tradicionális szervezetek nagyon sok képzést és támogatást tudnak egymásnak adni, és úgy tűnik, hogy megtörtént az a példátlan, eddig azért azt hiszem példátlan eset, vagy legalábbis az elmúlt évtizedekben ilyen még nem volt, hogy a különböző országban lévő filiálék, meg az ágazati nagy szakszervezet segítségével és támogatásával zajlik ez a sztrájk. Tehát nem csak a tőke szerveződik egyben, vagy igyekszik a lobby érdekeit érvényesíteni Európában, hanem talán reménykedhetünk abban, és hogy minimum például a szakszervezetek elindulnak ebben az irányba. Az állam az egy másik história, arra érdemes kitérni, szóval a dráma van. Igen, igen, ehhez csak annyit, hogy ugye ez csak nálunk szokatlan, hogy ilyen mértékű szervezettségben vannak ezek a szakszervezetek, mert azért, hogyha Nyugat-Európát megnézzük, akkor akár Franciaországban, vagy Olaszországban, vagy akár Németországban is, hogyha valamiért úgy érzik, hogy mozdulni kell, akkor egységesen mozdulnak, és az emberek tömegével lépnek fel azért, és vonulnak utcára akár százezrek, hogy valamit kiharcoljanak. Hát itt ugye a magyar viszonylatban láttuk nem olyan rég, hogy például a túlóra törvény ügyében, ami minden munkavállalót érint, vagy nagyon sok mindenkit érinthet. Ott Csaba, figyelj, de az a helyzet, hogy az emberek nehezen mozdulnak meg, hogy mondjam, a jövőtől való félelmükbe. Furcsa ez, mert a félelem itt van állandóan köztünk, és politikát lehet a félelemre építeni. De azt, hogy ennek a túlóra törvénynek milyen következménye lesz ennek a rabszolgatörvénynek, ezt majd akkor fogják megérni, amikor megérzik, hogy ilyen lapos közhelyet mondjak. Amikor majd az ő nyakán fog szorulni a hurok? Nagyon hát az év vége felé, amikor majd a normál vagy az eddigi túlóratkereteket már kimerítették nagyon sok helyen a céget kereskedelemben vagy gyártásban, akkor majd nem... Meg amikor nem kapja meg a lóvét. Figyelj ide, ez a rabszolgatörvény, de két fontos fundamentuma van. Egy, ez egyébként leértékeli a dolgozó bérét, más oldalról pedig olyan érdekes ez különben, nem tudom, te olvastál, de valahol vagy nem, nekem is most a Bihari Péter cikke kapcsán, amit az írásban olvastam, jutott eszembe, ez a törvény, amit itt most elfogadott a parlamenti többség. Ennél vadabbul liberális munkajogi szabályozás nem nagyon lehet elfogadni. Egyoldalúan úgymond a szabad piac, ugye a szabad munkaerőpiacra való hivatkozásra mondja maga Orbán Viktor is, hozza olyan előnyös helyzetben a munkaadót,
amivel szemben alig-alig tudja az érdekeit érvényesíteni a munkavállaló. Ha valami... Igen, oda dobják a termelésnek a dolgozót, a termelés pedig azért fontos, hogy a gazdasági növekedés, vagy az export, tehát azok a mutatók, amelyekre büszke a kormány, az fennmaradjon. Tehát itt függ össze a történet, csak... De Csaba, ez kamu, ezt ne vegyük már be, ez kamu, kamu. Figyelj ide, mert tudnilik, nagyon egyszerűen ezt a dolgot, először is egy 101 néhány éves követelése a baloldalnak és a munkásmozgalomnak, a szakszervezetnek, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ez egyszerűen bérlehajtó. Itt kizárólag a tőketulajdonos érdekei vannak szem előtt tartva. Ha valami nem, ne vegyük be ezt, hogy itt a növekedés, meg ez mind kamu. Itt csak és kizárólag arról van szó, hogy az állam a legvadag neokon módon odaállt a munkáltatók, a tulajdonosok oldalára. Pont. Igen, de azért áll oda, mert hogy ebben van érdeke, tehát azért itt egy... Na de miért? Na de hát az állam, de figyelj ide, de a mi államunk az, annak ebben a történetben, ahol vannak tőketulajdonosok és munkavállalók, munkáltatók és munkavállalók, valahol az ideák, ha még a nemzetre is mernék hivatkozni, miért mondjuk a munkavállaló nem a nemzet része, akinek egyébként, aki miután hivatalból gyengébb, annak az állam egyébként segítőkezet nyújtson, vagy támogatást, vagy olyan jogi környezetet, amiben ő is tudja érvényesíteni az érdekeit? Hát nem ez lenne a logikus? Hát ez lenne az ideális világ, de hát ugye tudjuk, hogy nem abban élünk, hanem más szempontok vagy érdekek mozgatják a döntéseket. Tehát ez, de Csaba, mi érdekeink is vannak. Ne legyünk megértőek, én arra biztatlak téged. Ez nem is megértés, hanem inkább egyfajta beletörődés abba, hogy van egy olyan helyzet, amiben én abszolút nem mondom azt, hogy jó az, hogy a kormány nem áll oda a dolgozók meg a munkavállalók mellé, sőt, hát ez lenne a feladata, hogy ahogy te is mondtad, az ilyen munkaügyi helyzetekben a gyengébb fél oldalára álljon, vagy segítse valamennyire ezt. De én azt mondom csak, hogy a kormánynak van egy olyan, olyan célja, hogy egyrészt a foglalkoztatottságot fenntartsa, vagy ha lehet, még tovább növelje. Ez látható, hogy a Fideszben az irányba próbál menni, hogy minél többen dolgozzanak. Ez egyszerűen nem megy már úgy, hogy még több ember bevonnak, hiszen amit kommunikálnak, a teljes foglalkoztatottságot, afelé tartunk. Egyszerűen többet kell dolgoztatni az embereket, hogy a statisztikákat tudják hozni. Tehát ez egy kirakat, ez egy olyan paraván, amit fönn kell tartani, és hogyha ezt hátul az emberek túlórába tartják ezt a paravánt, akkor is fenn akarják tartani. Nem mondom, hogy ez jó, de én azt látom, hogy ezt próbálja a kormány végigvinni. Hát az, hogy a kormány... Jó, én is értem, azt hiszem, hogy a kormány mit akar. Én meg abban reménykedem, hogy előbb-utóbb itt olyan társadalmi ellenállás is szerveződik, amelyik hát ez eszembe megy. Ha a jogi környezet és a szabályozás és a politikai többség nem akceptálja a magyar munkavállalókat, akkor a magyar munkavállalóknak meg kell teremteniük azt a helyzetet, azt a szituációt, amelyben majd akceptálva lesznek. És egyébként ezzel együtt persze én változatlanul azt állítom, hogy különösen és kifejezetten az állami alkalmazottak megregulázására szolgál ez az egész jogi történet, munkajogi történet, annál is inkább, mert azért a munkaerőpiaci feszültségek ott a legnagyobbak, és az állam kaszárnyában akarja szervezni a bürokráciát, ami egyébként egészen jól megy. Én ide gondolom most a domokos elnökségétől teljesen függetlenül. Az ÁSZ ugye megjelent, mint a pártállam ökle, és itt reszelgetik, csiszolgatják azokat az eszközöket, amivel egyébként a magyar többpártrendszert széttárt karokkal fogják szétszedni, ide tartozónak gondolom egyébként azt is, hogy mostan talán ki lehet mondani, hogy a parlamenti többség szándékosan, konkrétan, szisztematikusan sújtalanítja el a magyar parlamentet. Egyrészt azzal, hogy droidok vannak, másrészt most már tényleg azért ne menjünk már szó nélkül, bár már megszoktuk, hogy hétről hétre, szinte napról napra történik az meg, hogy bizottságok nem tudnak működni, mert a parlamenti többség nem jelenik meg. És ugye igen, ez a bizottságról van szó, hát bármilyen javaslat be az ellenzék az országgyűlésben, az
napirendre se veszik. Tehát, jó, Csaba, ez régen is így volt, ez egyébként ez, az a helyzet, hogy ezzel óvatos vagyok, mert akasztott ember házában kötelet nem jó emlegetni, az a helyzet, hogy ennek 30 éves hagyománya van, és ebben bűnösök, nagyon sokan bűnösök, a mai ellenzék egy jelentős része is, vagy az akkori ellenzék egy jelentős része is. Én emlékszem, én tudom, hogy az így ment. De az, hogy nem jelennek meg, és fizikailag is kiüresítik a parlamentet, ez azért, valljuk be egyezére, ez egy új helyzet. Igen, azért tegyünk különbséget a 2010 előtti világ és a mostani kétharmados világ között a parlamenti szempontokból. Tehát akkor, amikor a törvényhozó és a végrehajtó hatalom, az még külön volt, tehát megvolt a parlamentnek egyfajta ellenőrző funkciója. Most nem arról van szó, hogy egy javaslatot akkor hogyan engedtek át, vagy most hogyan, hanem most láthatjuk, hogy ez a két hatalmi ág, ez egy és ugyanaz. Az? Tehát, hogy nincs semmiféle ellenőrző funkció, nincs semmiféle olyan lényeg a parlamentnek, amit egy parlamenti demokráciában el lehetne fogadni. Jó, oké, én csak azt akarom mondani, ezt alá kell húzni, mert majd egyszer szembe kell vele nézni, nem csak a múlt okán, hanem a jövőre tekintettel is. A mai ellenzéknek is meg kell ezt tanulnia, hogyha véletlenül többségbe kerül, akkor ne kezdje ott újra, ahol annak idején abba hagyta. Nehogy azt hitt, hogy egy-két... És én nem mérem össze, én aztán végképp nem mérem össze a két dolgot, de ott nem arról volt szó, hogy egy-két ellenzéki javaslat nem ment át, hanem a bizottságok működtek, a meghallgatások működtek, a kormánypárt többség hajlamos volt magát szégyelni. Minden, tényleg lényegében minden más volt, de az elindított művet most az Orbánék csúcsra járatják. Na jó, mindegy, ezt csak úgy mondom, de ez egyébként rémes, amit művel az állami számbevőszék a pártokkal, hölgyeim és uraim. Igen, és az időzítés sem véletlen, tehát ezt láttuk már a tavaly tavaszi parlamenti választás előtt, és ugye most se véletlen, hogy ezek a pénzügyi dolgok előkerülnek, mert közeledik májusban az EP választás. Utána az önkormányzati, tehát egy pártnak pont a választások előtti, nem tudom, fél év, egy év az, amelyikben igazán csúcsra kell járatnia magát, vagy kampányolni kell, vagy akciókat szervezni. Tehát akkor kell szerveződni ahhoz, hogy eredményes legyen ez a választáson. Én nem tartom jó lépésnek. Most annélkül, hogy belemennék a részletekbe, hogy mikor adtak át dokumentumokat az ÁSZ-nak, meg mikor nem, de hogy egy parlamenti választás, vagy egy önkormányzati és EP választásra készülve hozzák ilyen helyzetekbe a pártokat, az abszolút nem illeszkedik a demokrácia hagyományos fogalmába, én úgy gondolom. Hát nem csak a hagyományoshoz, hanem ahhoz sem, amiben reményeink szerint élni szeretnénk. Egyébként ennek önmagában van egy nagyon érdekes következménye, hát érdekes. Természetes, csak az embereket az apróságokat elengedik a fülük mellett. Ugye utalt erre a párbeszéd igazgatója, Olivio Kocsiskék, hogy bizony sikerült egy olyan helyzetet teremteni, hogy mondjuk hitelfelvétellel az átmeneti nehézségeket nem lehet kompenzálni, mert most már azért a bankszféra jó, azzal együtt, hogy a jelentős része már az Orbánék konkrét befolyása alatt áll, és egyébként is be van itt már mindenki szarva, hogy nem adnak hitelt, mert ugye hitelt a pártoknak abban a reményben adtak, és azzal a biztonsággal, hogy azért finanszírozva vannak, ugye legalábbis az állami támogatás erejéig. De így, hogy az ilyen bizonytalanná lett téve, hát bizony a bankok egyszer csak azt mondják, meg azt mondták, hogy nem. Így van, és ebben a helyzetben egy pártnak sok lehetősége nincs. Tehát semmi nincs. Nem kap állami támogatást, mert felfüggesztették ezt. Hogyha nem kap a banktól hitelt, mert éppen a felfüggesztett állami támogatás miatt a bank nem látja biztosítottnak azt, hogy hitelt ad, vagy pénzt ad, olyan túl sok mozgástere nincs, tehát oké, lehet a támogatókhoz fordulni, meg közösségi gyűjtést szervezni, de hát azért lássuk be, hogy ez nem az a felkészülés, aminek lennie kell. Hát egyébként nem, de bizonyos értelemben talán jót is tesz. Én ezt nem kívánom egyébként, és az egész dolgot sokkal drámaibbnak gondolom, mint ahogy egyébként a közélet megéli. Legalább rászorítja a politikailag aktív közönséget, hogy legyen szíves önmagát megbecsülve, önszerveződő módon is lépni. Hát azért gondolj csak a lapodra. Hát azért a Népszavát 1873-ban alapították, és mindenféle történelmi vihart át tudott élni. Döntően ennél még talán bizonyos tekintetben szörnyűbb helyzeteket is,
Azért tudta átélni, mert a munkás önszerveződés óhajtotta, hogy legyen neki egy olyan lapja, ahol egyébként tájékozódik a világról. Na mindegy, mit ajánlasz Csaba még te nekünk? Amit még én mindenképpen mondanék, van egy nagyon-nagyon érdekes riportunk egy pécsi iskoláról. Igen. Ami egy olyan történet, ami azt mutatja be, hogy egy viszonylag szegregált, tehát egy olyan hely, ahova nem nagyon járatták a szülők a gyerekeiket, ahol a lemorzsolódó vagy hátrányosabb helyzetben lévő gyerekek jártak. Azt hogyan fordították át sikertörténetté, ahova a gyerekek örömmel jártak, ahol az érdeklődésüket felkeltették, fenntartották, és ahol az utóbbi két évben most elindult a folyamat visszafelé, tehát hogy ismét elkezdik elvinni onnan a hát a igen, gyerekeket, ez egy pécsi. Jött pedagógus. Hát jött egy innovatív pedagógus, csinált valamit, az ilyen ember persze valószínűleg nem simul bele a NER-be, vagy a NER már minden önállóságtól és a személyiségtől és az autonómiától fél és reszket. Lemondott arra, ő eldöntötte, hogy a közösség az hatalmi úton szervezendő, nem pedig az autonóm emberek szabad társulásaként. Szétverték az iskolát, aztán ott vagyunk, ahol a part szakad. Rémes. Kineveztek oda egy olyan igazgatót, akinek gőze nem volt, és meg köze se volt ehhez az iskolához. Ó, Istenem, szegény Csaba. Szegény. Most. Marté Csaba. Na, szia Csaba. Na. Ilyet, nem tudom, miért szakad meg mindig a vonal. Nem tudom, hát esik a hó, Csaba, érted? Szóval ez egy megoldhatatlan probléma itt a 21. században ma. Azért ez egy nagy kihívás. Nem tudom, meddig hallottad, amit mondtam, szóval, hogy arról beszéltem itt a pécsi iskola kapcsán, hogy ez a döbbenetes, hogy ami nem illik bele a hatalmi keretekbe, azt egyszerűen visszanyesik és ellehetetlenítik. Tehát ez a megdöbbentő, hát a konkrét történetben is. Igen, annál is inkább megdöbbentő, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ez az ország, ha nem alkotó elmék százezreivel fog rendelkezni, akkor elmegy a süllyesztőbe. Lehet, hogy tényleg a herderi jóslat nem annak az axiómának az alapján, amire annak idején épült, de be fog teljesedni, hogyha hagyjuk magunkat, hagyjuk a nép, a jövőt, a gyerekeinket, az unokáinkat egy olyan törz, atavisztikus oktatási rendszerbe, egy olyan álomba belerángatni. Ugye Orbán azt mondta, hogy legyen úgy minden, mint régen. Emlékszel te erre a mondatra? Egy éven belül mondta. Legyen úgy, mint régen. Az jó lesz. Na jó. Jól van, Csaba, köszönöm szépen. Jó munkát és szép napot kívánok neked. És ne legyél szomorú, jön a tavasz. Jön a tavasz. Minden jót kívánok nektek is. És akkor jót beszélgettünk, azt gondolom, úgyhogy ha majd folytatjuk valamelyik nap, az... Persze, úgy lesz. Örülnék. Jól van, szívem. Oké, ölellek, szia, köszönöm. Üdvözlök, szervusz, szia. Hölgyeim és uraim, hát ez a helyzet. Ez a helyzet... Na, ezt elfelejtettem szóba hozni. Azért azt jegyezzük meg. Egyrészt ugye Brexit azért minden nap most olyan sziaszabolcs. Most a Brexit ügyek olyan szakaszban vannak, amikor is már napi újdonságokról tudunk beszámolni. Rövidülnek a határidők. Alig néhány hónap van hátra. Napok alatt kellene olyan dolgokat megoldani, amit évek óta nem tudott teljesen elhűlt és agylágyulásban szenvedő brit politikai elit. Azzal a múlta, hát lehet, hogy a múlt árnyékai is itt nagyon benne vannak, hiszen azért még 100 évvel ezelőtt ez egy világbirodalom volt. Amikor az ember csonkolják, mindenféle utófájásai vannak. Aztán azért még egy dolgot, hogy említsek meg, Venezuela. Na, hogy ott mi lesz?
És addig mi lesz? Ugye a parlament elnöke kikiáltotta magát az ország elnökének. Ott kettős hatalom van, ez a címe egyébként a népszava tudósításának is. Az igazság, hogy nem kis tétje van a dolognak, és nehogy azt higgyék, hogy ennyire összeszűkült a világ, hogy egyébként ennek a hullámverései, mint egy cunami nem fognak idáig elérni, mert nagy kérdés, hogy az egymásnak feszülő erők találnak-e megoldást. A rettenetes gyomorban épő nép el tudja kergetni ezt az országra rákos sejtként rátelepedő hatalmi elitet, amelyik balandainak nevezi magát. Ugye a világ leggazdagabb kőolajkészletével rendelkező országban van ez a féktelen gyomor. Több olajuk van, mint a mögöttük lévő két legnagyobb olajkészlettel rendelkező országnak. Tehát Szaúd-Arábia és jaj Isten ki a harmadik, mindegy. De a rettenetes gazdagság lehetne Venezuelával. Láthatják, és ide megy, és ide vezet az elhűlés. És ott egymásnak feszülnek az érdekek keményen. Ez, bár Amerika az Egyesült Államok hátsó udvara, és már régen a Monroe felismertelve az amerikai politikának a prioritások nyilván változóban vannak, a közmegítélés okán is. Amerika az amerikaiaké, de hát ott vannak a kínaiak is, meg ott vannak az oroszok is. Az oroszok őrült mennyiségű pénzbefolyást veszítenek, ha Venezuela ebben az értelemben elveszítik. Na mindegy, elköszönök, jó? Délután találkozunk nem csak elvileg, gyakorlatilag is, mert hogy élet és irodalomról fogunk beszélgetni. Az életről és az irodalomról fogunk beszélni Károly Csabával. Sok szeretettel, csókolok mindenkit.